Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni! Kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok, jó estét kívánok! Hmm, mivel is kezdjek? Ja, hát azzal, hogy eleve várunk egy pár percet, vagy pár másodpercet ilyenkor, amíg megjelennek az első tanulótársak. Itt van Máté Lala, jó estét kívánok! Már nem vagyok legalább egyedül. Jó estét kívánok Sárának, Ádámnak! Gyülekezik a kemény mag, jó estét kívánok Dávid! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma este is. Jó estét kívánok, Ráhel. Én néhány másodperc, megvárjuk még legalább 30 vagyunk, ugye ez a, ezt a szokást vezettem be. Gondolom ez nem sokára megtörténik. Jó estét kívánok, Tamás. Jó estét kívánok, Blezsán Laci barátomnak. Jó estét kívánok, Zsuzsánnak, Katinak. Most már több is, több is mint 30 vagyunk. Jó estét kívánok, Solyom Zsuzsinak is. Még később még köszöntök embereket, vagy mint tanulótársakat. Érkezett két kérdés, amire, vagy kicsit, két kérdés, két és fél kérdés, úgyhogy erre mindjárt válaszolok. Jó estét kívánok Tamás Zsolt, Zsuzsa Anna, jó estét kívánok másik Zsuzsának is, Katalin, szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok ma este is. azt mondja, hogy érkezett egy olyan kérdés, hogy Tegnap szóba került, miken gondolkoznak ma, akik a zsidóság szabályait alakítják. Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem több is. Először is azt jól értem, el, hogy új micvák, azaz parancsolatok nincsenek, most már csak rabbinikus előírások lesznek. Azt, ez az összes kérdést, aztán szépen megválaszolom őket. Másodszor, ha megszületik egy ilyen rabinikus döntés, mi a folyamat, hogy általánosan elfogadott törvény vagy szabály lesz belőle? Úgy értem, van itt is egy ilyen peer review folyamat, harmadszor, hogy jut el ez mindenkihez, van egyfajta rabbi közlöny, ahova havonta megjelennek az újdonságok. Elnézést, ha tiszteletlen tűnik a megfogalmazás, egyáltalán nem tiszteletlen, hanem egyszerűen tökéletes. Oké, okay, akkor nézzük, ahhoz, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik, tehát az volt a kérdés gyakorlatilag, hogy hogyan működik. Hogy arról beszéltem tegnap, hogy különböző technológiai újítások. És hát nem csak a technológiai utások, hanem az élet hoz olyan új dolgokat, amelyekre, amelyekkel korábban ö, rabbik nem feltétlenül szembesültek. Most például a COVID-19 járvány alatt számtalan ilyen helyzet volt. Még erről is mondom, hogy mikről van szó, vagy néhány példát említek. Tehát olyan ö, szituációk, amelyekkel korábban rabbik az elmúlt 3000 évben nem találkoztak, nem, nem fordultak elő, és ezekre megoldást kell találni, ezekre ö, az azaz vallásjogi válaszokat kell találni. Jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakozik, Villőtől, ásaren keresztül, Ernőig. Jó estét kívánok! Szóval, hogy hogyan, hogyan működik a, a folyamat. Ugye a halachá, a zsidó vallásjog, ez egy élő, az egy élő ö, szövet, az egy ma is formálódó valami, aminek az alapját, aminek az alapját, Képezi hogy természetesen a Tóra, vagy az írott Tóra, Mózes öt könyve, a Biblia és az ehhez kapcsolódó rabbinikus írások, így például a MISNA és a Talmud. Erről korábban beszéltünk, hogy mi a MISNA és a, mi a Talmud, ami tulajdonképpen úgy foglalható össze egy fél mondatban, hogy azt a szóbeli hagyományt rögzíti, amelyet Mózes kapott a teremtőtől a szinájhegyen, amikor átvette az írott tórát, azt a használati szóbeli használati utasítást kvázi, amit a, az írott tórához kapott Mózes. Tehát ez, ezt rögzíti a rabbinikus irodalom. A, a talmudhoz születtek kommentárok, számos kommentár született, ö, rengeteg. A különböző kommentátorokat időrendben szoktuk ö, csoportosítani. Ö, tulajdonképpen alapvetően három három kategória ismert, vagy, vagy három nagy kategóriára oszthatjuk a történelmi időszak szerint a kommentátorokat. Az egyik nagy időszak az a Talmud, Ugye az sőt, tulajdonképpen öt. Az egyik nagy, az első legnagyobb időszak az ugye a Misna, a Misna bölcsei. Ez az időszak, ez, 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 terjed körülbelül az időszámítás, a polgári időszámítás előtti második század végétől, körülbelül a polgári időszámítás szerinti második ut, polgári időszámítás szerinti második század végét. Tehát, eh, időszámítás előtt 200-tól, időszámítás után 200-ig. Nagyjából jó, tehát nem egészen precízen, de nagyjából. Eh, ekkor záródik le a Misna Aztán kezdődik a Talmud kora, az időszámítás utáni második századtól, az időszámítás utáni hetedik századig. Ez cirka. Eh, sőt, hat, hat, igen vagyis körülbelül 350-400 évről van szó körülbelül. Ezt követően ezek a Tal, ez a Talmud kora, a Talmud bölcseinek a kora. Ezeket úgy hívjuk, hogy az, a Misna bölcseit úgy hívjuk, hogy Tanaim, az a Tanaiták kora, a, a Tanák, azok a Misna, azok a rabik, akik a Misnában szerepelnek, akik Misnában említve vannak, ezek a Tanák, és a Talmudban említett rabik, akik, mármint a a, a, Talmud, tehát azok a rabik, akik nem a Misnában vannak említve, hanem a Talmud részekben, a Gmerában, ezeket a rabikat hívjuk Amoráimnak, Amorák, Amoráknak, ez az Amorák kora. Tehát vannak a, a Tanák, ez a Misnak kora, van az Amorák kora, ez a Talmud kora, ezt követően van az úgynevezett Gaonok kora, ezek a Babilóniában, ugye akkor főként a Talmud lezárása kor, és azután még körülbelül 400 évig Babilóniában volt a zsidó szellemi élet központja, és a jó estét kívánok! Hát itt van a feleségem, úgyhogy most már merem bátrabban folytatni. Szóval a Talmud lezárása az körülbelül időszámítás után 650-re tehető. 650-től körülbelül 1000 -ig. ezt úgy hívjuk ezt a kort, hogy a Gáonok kora. A Gáonok voltak Babilóniában a, a, szellemi vezetők, a főrabbik, ha úgy tetszik, a rabbinikus iskolák, a jesiváknak a vezetői. Ebből általában kettő volt egy korszakban, ezeket hívjuk gaunoknak A jesivák vezető, ez a Gaonok kora. Ez tart körülbelül időszámítás után ezerik, tehát ez a harmadik nagy kategória. Jó, tehát akkor voltak a Misna, volt a Talmud, és voltak a Gaoniták. Az am, a Tanáim, Amoráim és a Gaonim, ez a harmadik ö, ö, harmadik kategória. És aztán a Gaoniták kora után, a Gaonok kora után következik, amit úgy hívunk, hogy korai kommentátorok, ezeket héberül úgy nevezzük, hogy Rishonim, Risonim a szó szerint azt jelenti, hogy az elsők, gyakorlatban azt jelenti, hogy a korai kommentátorok. A korai kommentátorok azok tulajdonképpen a 10. századtól, vagy 11. századtól, tehát durván ezertől, durván ezertől, durván ezerben ér véget a gaonok kora, akkor megszűnik Babilóniában a, a nem azt mondom, megszűnik a zsidó jelenlét, mert az nem szűnik meg egészen 1948-ig, de jelentősen csökken a babiloni közösség, mint számában, mint pedig befolyásában, és a és a rabinikus élet máshol is megtelepszik, és aztán provence Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban, Törökországban, tehát a Mediterrániumban, délfelé. Ezt a korszakot, az időszámítás körüli ezertől számított korszakot durván ezer, mondjuk 1700-as évekig, ezt úgy hívjuk, Hát, hogy jobb lesz és jobb is lett. Szóval durván ez az 1000-től 1700-ig tartó időszak, ezt úgy hívjuk, hogy Risonim, azaz a, 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 azaz a, azaz a, korai kommentátorok. Közben Ácsla írja, hogy az utolsó Gaon a kiváló High Gaon volt. Igen, High Gaon volt az utolsó Gaon, ugye, ahogy említettem, körülbelül 1000-ben volt, és még volt sok híres gaon, ők, ők nem mindegy, nem mindegyik gaon volt termékeny, már mint írásilag termékeny, de számos könyv fennmaradt abból az időszakból, és ezek fontos rabinikus munkák. Ilyen például a Sefer Mitzvot a Nagy Mitzvák könyve, ami tulajdonképpen nem csinál mást, mint kilistázza a Tórának a 613 parancsolatát, amit korábban senki nem csinált még meg. Mindenki, a Talmud is mondja, hogy van 613 parancsolat a Tórában, de az, hogy melyek ezek pontosan kilistázva, ez egészen a Gaon, de Gaon, Gaonok koráig várat magára, de ezt most tegyük is félre. Tehát Turván a 17. 18. 17. századig tart 1000-től 1700-ig a a, a, a risonim, a korai kommentátor kora, és ezt követően valamit úgy hívunk, hogy achronim, azaz a kései kommentátorok. Achronim, azok a kései kommentátorok, egészen a mai napig. Mai napig is vannak rabinikus döntéshozók, akik, akik magyarázzák a törvényt. Ugye vannak alapvető könyveink, és az általános szabály az az, az általános szabály az, az hogy egy későbbi generáció, egy korai, egy korábbi generációt nemigen írhat felül az nem nagyon fordulhat elő, hogy egy későbbi generáció egy korábbi generációt nem felülírhat. És nem csak, hogy ez nem fordulhat elő, az egészen biztos, hogy egy Ahron, egy kései kommentátor, egy Risonnak, egy korai kommentátornak a, a, a döntéseit, azt, vagy a, 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 a az ő értelm, a Talmud értelmezését, vagy a vallási jog értelmezését, azt nem igen írhatja felül. Ennek az az oka, <coughs> szerintem ez egy tök jó dolog, hogy erről beszélünk, mert ennek van egy számotokra is praktikus ö, ö, relevanciája, vagy vonatkozása. Erről már korábban is beszéltünk, de nem győzöm megismételni. És akkor nyitok egy óriási záróélet, aztán visszatérek arra, amit a kedves kérdező kérdezett, és tovább magyarázom itt a történelmi vonalat. Nyitok egy óriási záróélet, és a következőt szeretném elmondani. A, 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 a zsidó világlátás nagy hangsúlyt fektet, vagy inkább másoként fogalmazok, komoly tiszteletet ad a korábbi generációknak, az időseknek is. Nem csak azért, mert a Tóra maga is úgy fogalmaz, Vehadártap Nézaken, így írja Mózes 5. könyve, Vehadártap Nézaken tiszteld az idős ember orcáját, azaz az embernek tisztelnie kell az idősebbeket, hanem nem csak emiatt, hanem amiatt is, hogy mi abban hiszünk, abban hiszünk, hogy a korábbi generációk közelebb voltak a Sinai-hegyi kinyilatkoztatáshoz, a tóraadáshoz. Ugye? Az én nagyapám két generációval korábban közelebb van Mózeshez, mint én. Ugye egyre távolodunk Mózestől, ezt úgy hívja a rabinikus irodalom, hogy Jeridát Hadorot, a nemzedékek csökkenése, azaz minél távolabb kerülünk a sinai hagyománytól, annál, annál inkább, hogy mondjam, annál inkább távolibb az élmény annál inkább távolibb az élmény. Minél közelebb vagyunk a színáhegyi kinyilatkoztatáshoz, annál közelebbi a színái élmény. Az isteni kinyilatkoztatás élménye, a tóraadás élménye, annál frissebb. Most ez, ez szöges ellentétben van egyébként a szekuláris gondolkodásra, ugyanis a szekuláris gondolkodás az azt mondja, hogy minden, ami régi, az rossz, minden, ami új, az jó. Ugye, ezt, ezt, ezt látjuk folyamatosan a reklámokban. Ugye, vedd meg az legújabb autót, vedd meg a legújabb mobiltelefont, vedd meg a legújabb frigidert, a legújabb gáztűzhelyt, mindenből vedd meg a legújabbat, mert a régi az vacak, a régi az elhasználódott, a régi az idejét múlt. Most most, ugye, ez, ez tulajdonképpen, ha belegondoltok, nem is olyan nagyon csoda. Ha, ha belegondoltok, ez nem is olyan nagyon csoda, hiszen... Hiszen, ha, hiszen tulajdonképpen a szekuláris világ, az mit mond? A szekuláris világ azt mondja, hogy az ember a majomtól származik. Tök jogosan mondja azt a szekuláris világban valaki, hogy aki régi, azt én nem tisztelem. Hiszen a nagyapámat, miért tisztelem a nagyapámat? Hát a nagyapám egy kék generációval közelebb áll a majomhoz, mint én. A magyar, nagy, Más szóval mondva, a nagyapám majomabb, mint én. Én egy fejlettebb egyed vagyok a majomhoz képest. Ha valaki így gondolkodik, ha valaki ebben hisz, hogy, ez, hogy minél közelebb, minél idősebb valaki, minél régebbi generációhoz tartozik valaki, annál közelebb áll a majomhoz, akkor biztosan kevés-kevesebb nem, nem, nem érdemel ö, túlságosan nagy tiszteletet, ugye? Miért kell nekem tisztelnem valakit ezer évvel korábbról, hogyha az ezer évvel korábban van a majomhoz? Tehát ő, 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 még, ő még majmosabb, mint én, ő még majomabb, mint én. Ezzel szemben tehát a zsidó hagyomány pont fordítva mondja. A zsidó hagyomány az azt mondja, hogy minél régebbi valaki, azaz minél korábbi, minél idősebb, minél kor, inkább a régebbi generációkhoz tartozik, annál közelebb áll a színályhoz, a színályhegyi kinyilatkoztatáshoz, az isteni kinyilatkoztatás élményéhez, tehát minden, ami régi, azt tisztelni kell. Ezzel szemben a szekuláris azt mondja, hogy minden, ami régi, az, az elvetendő. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen gondolat is. Ez, ez, ehhez hasonló szellemiség áll a mögött, hogy, amit korábban mondtam, és visszatérek az eredeti kérdésre, a, -a, -a mögött, hogy hogy, 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 egy korábbi törvénymagyarázó, egy korábbi törvénymagyarázóval nem igen illik újat húzni. Most ez nem azt jelenti, hogy 10 évre, 20 évre, 50 évre visszamenőleg, de egy 100-200 évre visszamenőleg már nem illik valakivel vitatkozni, vagy valamilyen korábbi rabbinak az álláspontját felülírni. Tehát, amikor egy új, amikor, amikor újfajta szituációk kerülnek egy rabbi a terítékére, és ilyen szituációk kerülnek számos, ugye egy rabbi, amikor kap egy kérdést, akkor mit csinál? Megnézi a korábbi responzumokban, a korábbi rabinikus irodalmakban, hogy hasonló kérdés felmerült -e már korábban, és nálánál nagyobb mester, nagyobb rabbi válaszolt már ehhez, erre a kérdésre korábban. Most azok a rabbi, akit én visszanézek, ő mit csinált? Ő is megnézte a korábbi generációkban, hogy voltak-e olyan rabbik, akik foglalkoztak már a kérdéssel. És ha voltak, akkor vagy valami nagyon hasonló kérdéssel, akkor igyekeznek megtalálni a közös pontot, és a közös pont a -a alapján kidolgozni a vallásjogi véleményt. A szellemiségét a vallásjogi véleménynek, akármi is legyen az, a talmud adja a szellemiségét a Tóra adja természetesen, és a Talmud. Ez, 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 az alap, alap a dolog, amihez visszanyúlunk. Illetve amihez visszanyúlunk még, az a Shulchan Aruch, illetve a Maimonides. A Maimonides egy 12. században élt uh, rabbi, most ebben Maimon rabbi, csak ilyen görögösen hívják Maimonidesnek, most ebben Maimon, azaz Mose, Mózes, Maimonnak a fia, ő a 12. században élt, egy óriási nagy tudós volt, és ő egy korszakalkotó dolgot csinált, és a korszakalkotó dolog az az volt, hogy a Bibliának, a Tórának az összes törvényét rendbe szette, és, és írt egy, egy 14 kötetes, egy monumentális, egy monumentális vallásjogi munkát, ahol kategorizálta az egyes vallásjogi törvényeket, és és ezeket ö, kategorizálta a rendszerbe, szedte, és, ö, és elmondta, hogy mi a definitív, azaz mi a követendő hálá, hálá mi a követendő vallásjogi döntvény. De hát a ezt a 12. században élt, mi meg a 21. században élünk, az ott eltelt 900 év, vagy majdnem 800 év, és emiatt rengeteg dolog ugye változott. Ez, tehát amikor ma egy, egy rabbi kap egy, 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 vallásjogi kérdést, akkor megnézi, hogy korábbi rabbik foglalkoztak -e vele, és hogy mi az, ami a, amit a talmudi, szellemis, talmudi szellemisége diktál. Ugyanis ugyanis vannak dolgok, hogy szoktam, hogy mondta Salamon király a példabeszédek könyvében, nincs új a nap alatt, Enkol Hadás, tehát a Semes, nincs új a nap alatt. Ez azt jelenti, hogy minden, ami, ugye, azt mondta, úgy, 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 úgy folytatja Salamon, hogy más a jeles, most ami már van, az már volt korábban. Szóval ö, ö, hasonló kérdésekkel lehet találkozni korábbi responzumokban, vagy korábbi művekben, még akkor is, hogyha ma egy, mondjuk egy gépkocsival kapcsolatos kérdés van, az hasonlítható egy korábban egy szamárhoz, vagy egy lóhoz kapcsolatos kérdéshez, vagy egy ilyen profán példát, vagy egyszerű példát mondja. Tehát mindig van, mindig, mindig van mihez visszanyúlni. De, de, de a, de a Például most, ahogy említettem, most a koronavírus a számtalan ilyen valásogi kérdést hozott elő, ami, ami, ami hasonló nem volt korábban. Mert, vagy, vagy, nagyon, vagy, nagyon, régen volt, mondjuk 500 évvel ezelőtt, vagy igen, a, 10, a 17. században van, volt utoljára Európában olyan nagy nem igaz, nem akkor volt utajára Európában, <laughs> utajára 20-as években is volt Európában, de a, de a 16. században lévő kolera járvány, az például rengeteg olyan, ott rengeteg olyan valásogi döntvény született, rengeteg olyan valásjogi döntvény született, ö, amelyre hagyatkoztak mai rabbik, akik a koronavírus alatt, a COVID-19 járvány alatt kellett, hogy döntéseket hozzak. Mondok egy példát, jó, hogy mindenki által a zsidóság tiltja a a, egy halottnak az elégetését. A zsidóság abszolút tiltja egy halottnak az elégetését, a, 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 hogy mondják ezt a elhamvasztást. Abszolút tiltja a hambasztást. Na, de mi a, mi a, helyzet akkor, hogyha egy olyan vírus van, ahol, és tavasszal volt ilyen probléma, ma már gyengült egy kicsit a koronavírus, de tavasszal volt egy ilyen probléma, hogy mi a helyzet akkor, hogyha ha halott, aki meghal, ne adj Isten koronavírusban, az fertőzheti azt, aki azt a halottal foglalkozik, aki azt a halottat eltemeti. Igen, és az, az, ez fertőzhet, akkor, akkor meg kéne semmisíteni azt a halottat, hogy ne terjedjen tovább a járvány. Ilyen kérdéssel már foglalkoztak a 16. században, például a kolera vírus idején, amikor is felmerült a kérdés, hogy el lehet-e mészsel betakarni a halottat, mert a mész ezt tulajdonképpen el, elégeti. Nem tűzzel, de egy más kémiai folyamat, ami tulajdonképpen elégeti a halottat. Ilyen, és ehhez hasonló kérdések százával merültek föl. De százával merültek föl. És hát a technológiahoz mindig újabb és újabb kérdéseket. Amire még a kérdes, kérdező gondolt, az az, hogy Oké, és az emberek honnan tudnak ezekről? Hát az az egy nagy büdös helyzet, hogy a zsidóság az nem egy centralizált vallás. Tehát nekünk nincs egy, egy központi szervezet, egy központi egyház, ami megmondja az egyes direktívákat. Vannak, vannak a világon nagy rabbik, Ö, számos nagy rabbi van, és az emberek, ö, emberek hogyha ö, valami valásúgyi kérdés van, akkor, 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 akkor el, 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 mindenki menjen el a saját rabbiához, és hogyha a saját rabbi nem tud válaszolni, akkor el fog menni egy nagyobb rabbihoz, és el fog jutni ahhoz az 5-10, öt, öt, vagy mondjuk, nem tudom, van a világon körülbelül, most mondok nektek valamit, körülbelül 50 darab, de talán nincs is annyi halachikus szaktekintély, akiknek a döntvényeit szinte, ö, ö, szinte szemmel elfogadja az egész világ. Az egyik közülük, a, csak az ő eszembe, mert, mert, nem csak egy fantasztikus tudós, hanem pont ma is lehetett olvasni egy hírt róla, ő, Chaim Kanievski rabbi, úgy hogy Chaim Kanievski, és ő Bnébrákban lakik, Izraelben a Tel Aviv mellett város Bnébrák, 92 éves, és elkapta a koronavírust, és most felépült, hál' Istennek, ma jelent meg a hír, hogy az orvos azt, mond, orvos azt mondta, hogy semmi kutya baja nincsen, 90 éves bácsira kell gondolni. Ez a ember, ez a 92 éves ember egész nap tanul. Tehát nem, az egész nap alatt nem 8 órát kell érteni, hanem mondjuk 20 órát. Tehát olyan emberekkel gondolni, hogy ezek az emberek nem fekszenek ágyban. Tehát Ül egy kis szobában, számos könyvel és gyakorlatilag egész nap tanul. És jönnek hozzá emberek kérdéseket kérdezni. És az ő haláchikus vallásjogi döntvényei, azok aztán publikálásra kerülnek, és megjelennek vagy zsurnálokban, tehát vagy haláchikus kiadványokban, vagy pedig, vagy pedig könyvformájában egy idő múlva. Mit tudom én a a 80-as évek végén meghalt, vagy 80-as években meghalt Mose Feinstein rabbi, aki a 20. század egyik legnagyobb vallási döntvényhozója volt, az ő responzumát, tehát ezeket a jogi kérdésekre adott válaszai, ezek, ezek könyvformájában ö, ö, megjelentek, nem tudom, 8 kötetben, Igrott Mose, azaz Mose levelezései címmel. Tehát ezek, ezek a responzumok elérhetők, és mai rabbik, amikor vallásjogi a szembesülnek, akkor ezekhez a könyvekhez nyúlnak először. Attól függően, hogy valaki askenázi zsidó, akkor vallási tudós, ha valaki szefárdi, akkor valószínűleg Ovádia József, a volt izraeli szefárdi főrabbi, aki hihetetlen tudós. Tehát ezek olyan emberek, egyébként képzeljétek el, ezek olyan emberek, akik, akik kívülről tudják az egész talmudot, de, de kívülről tudják nem csak az egész talmudot, hanem annak az összes kommentárját is. Kívülről tudják. Kívülről tudják. Ez felfoghatatlan, hogy milyen agyi kapacitásuk van. És hogy mennyi időt töltenek a tanulással, az egész életüket a tóra tanulásnak szentelik. És uh, itt, nem, itt, itt, itt tényleg arról van szó, hogy az ember nem áll föl a székéből napi 20 órán keresztül, és nem fekszik ágyba, hogy aludjon. Hát a, a nemrég, uh, nemrég uh, meghalt, uh, pár év, két évvel ezelőtt halt meg talán Steinman rabbi uh, Izraelben, szintén Nébrákban, az, em, a, a, az ember ült egy, egy 20 négyzetméteres lakásban Izraelben, csak könyvek voltak a lakásban. És a, a, lehet látni az interneten videók, videókat a szobájáról, hogy jönnek hozzá embereket, emberek kérdezni. Van egy kis szobája, volt rajta egy ágy, van egy asztal, a, 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 a még egy szék, székben sem ült, hanem az ágy szélén ült, oda volt húzva az asztal, és tanult. Egész nap tanult. egész nap minden tudott, fejből minden tudott. Fejből minden tudott. Szóval, szóval ezek, ezek, ezek egészen, egészen nem a mi mércénkkel mérhető emberek, már mind csak a saját nemembe beszélek, nem az én mércénkkel mérhető emberek. Úgyhogy így, így, így születnek a vallásjogi döntvények, és akkor vannak, vannak ilyen, vannak elfogadott nagy rabbik ma a világon, az egyik, ahogy említettem, Chaim Kaniaszki rabbi, ő biztos ilyen, van egy Gershon Edelstein, Edelstein, Gershon nevű rabbi, szintén venébrákban, a Ponovicsi Iesivának a vezetője, szintén egy elfogadott vallásjogi szaktekintély, vagy Gabriel Cinner rabbi, ő New Yorkban lakik, ő is egy nagyon elfogadott, valásúgi szaktekintő egyébként, Oberlander rabbinak a mesteremnek. A, ő is hozzá szokott fordulni kérdésekkel, hogyha valamit, valamire nem tud ö, ö, saját maga választ ö, adni. Mindig az ember egy lépése följebb megy, és mindig egy lépéssel följebb kérdez. Ezek, 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 ezek nem a világi emberek. Azt meséli, a, a, azt meséli a, a, az egyik ilyen rabiról, azt mesélték, hogy, hogy azt mondják, hogy ő úgy ismeri a Babiloniai Talmudot, ugye ez egy több könyv, könyvten mondanom se kell, hogy ilyen vastag kötetről van szó, hogyha, hogyha valamelyik át átszúrsz egy tűt, keresztül szúrsz az összes lapon, akkor ő meg fogja mondani neked, hogy milyen szó melyik lapon szerepel. Vagy, vagy melyik lapon milyen szó szerepel ott, ahol a tű átszúrta. A lapnak mindkét oldalán pontosan milyen szó van. Tehát vannak, vannak ilyen, ilyen, emberek, akik fotografikus memóriával rendelkeznek, egyszerűen mindent tudnak. Meg amit nem tudnak, az pedig, az intellektusokat fejlesztik. A, általában az, az elfogadott ö, szokás, egészségetekre lehájm, ez egy kis whisky egyébként, kicsit lenyugtatom magam, lehájm, lehájm, nazdarovja, egészségetekre. Általában az, az elfogadott szokás a rabbinikus világban, hogy ö, az elfogadott a világban, hogy egy igazi, egy olyan valaki, akit talmú tudósnak vagy tudósnak számítunk, ő, ő, legalább 18 órát tanul egy nap. Legalább 18 órát tanul egy nap. Tehát itt nem érvényes, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, óra, 18 óra tanulás van egy nap. Ebből akkor nem számít bele, amikor eszik, amikor alszik, a maradék 6 órában eszik, alszik, végzi a dolgát, Uh, imádkozik ilyesmi, 18 órát tanul, 18 órát tanul. Ezek olyan emberek, akik két órát. A Lubavicsi Rebe, a Lubavicsi Rebének, uh, ugye a szellemi uh, mesteremnek a az irodájában, ő neki ugye cronheitz New York, Cronheitz negyedében volt a központi zsinagóga, a, a, a Eastern Parkway 770-es szám alatt, és két utcával arrébb a President Street-en volt a háza, ahol lakott, és amikor még élt a felesége, akkor a rebe minden nap hazament délután a feleségével tejázni egyet, egész nap ugye dolgozott, tanult, egész nap, a, egész nap tanult, és fogadta a, a, a hozzá segítségre fordulókat, és hát mondom még egyszer tanult, de, de, de nyilvánvalóan a felesége iránti tisztelet miatt minden délután a feleségével tejázott egy fél órát, talán vagy húsz percet, Természetesen kóser a viszki, kedves sádor, ezt nem is értem, hogy, hogy kérdezheted meg, de igazából minden viszki kóser, ez a jó hír. Ez, egy, ez Glenlivet egyébként, ez egy single malt skót viszki. Szóval Na, a Lubavics Rebé, amikor meghalt a feleség a Lubavics Rebének, akkor utána már nem a, a házába ment haza aludni, hanem ott maradt az irodájában, kialakítottak neki az irodájában egy ágyat. De az ágya ágyába soha nem feküdt bele. Az ágya tele volt rakva könyvekkel. Ahol éppen amíg egy könyvre szüksége volt, azt hozták neki, és akkor azok mind ott, ott voltak. Az ágya tele volt könyvekkel. Az ember nem aludt ágyban. Soha nem aludt ágyban. Székben aludt, ülve, elbóbiskolt, maximum. Itt, 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 itt emberfeletti emberekről beszélünk, tehát olyan emberekről beszélünk, akik, akik um, angyalszerű angyalszerű emberekről beszélünk. Okay. Ö, szint, majdnem ehhez kapcsolódik a másik kérdés, ami jött, az pedig az, itt mazsi hiszről van szó, vagy uh, ilyen hitkösségi politikáról, ugye ezzel is előszeretett a foglalkozó, azt kérdezi valaki, mazsiszre vagy bármilyen más zsidó szervezetre vonatkozik. Miért olyan a felépítése, hogy a világi vezetés mellé párosul egy vallási vezetés is? Miért jó ez? Más szervezetek is így működnek -e? az Az is is így, így, így működik-e? Oké, okay, akkor még egyszer, korábban, ahogy mondtam, nincs, a zsidóságban nincs központi, egy ház, tehát nincs központi, hogy is mondjam, nincsen egy, egy, egy központi forrás, ova, ahova fordulni lehet. Tehát például, mint a katolicizmusban a Vatikán, nálunk nincs ilyesmi az izraeli főrabinátus az nem ö, a e viszkit, azt kérdezi József. Hát persze, hogy ihatnak. Hát látod, hogy itt iszom. Igen. <s> szóval <sustánat cu coll> <Oil> az izraeli főrabinátus az tulajdonképpen nem egy egy, egy univerzálisan elfogadott, tehát Izraelen belül igen, de hát azon belül is nem mindenki fogadja, az, az csak az állami törvényekre vonatkozólag van elfogadva az ő véleményük. De azt lehet mondani, hogy a, hogy a zsidóság amióta a diaszpórában él, és ez ugye a Babilóniában kezdődött cirka 2000, cirka, cir, ugye hát a babiloni fogság után, de amikor mitán lerembolódott a második Jeruzsálemi szentély, majdnem 2000 éve, ugye amit korábban az előbb említettem, a gaoniták kora, tehát 700, turván mondjuk 500-tól 1000-ig, Babilóniából úgy volt a felépítés a, a zsidóságnak, úgy, úgy működött, hogy volt egy világi és egy vallási vezető, vagy világi és vallási vezetés. Volt egy világi vezető, akit egyébként Babilóniában most beszélünk az időszámítás utáni 5., 6., 7., 8., 9. századról, tehát akkor um, <laughs> feleségem is észrevette, hogy viszkizek. Szóval, hogy a Babilóniában úgy működött a felépítés, hogy volt egy világi vezető, a, azt úgy hívták, hogy réssgaluta, az azt jelenti, hogy a, számüz, a számüzetés feje, ma mondhatnánk hitkösség elnöknek, most még egyszer beszélünk 1500 évvel ezelőttről, részgalutá és őt a szultán nevezte ki. Tehát ő egy államilag, az uralkodó, az adott uralkodó nevezte ki a részgalutát, a, a, a számüzetés fejét. Ezt a hitkösség elnököt. A Talmudban számos alkalommal van szó a részgalutáról, vagy meg a rabbik és a részgalutá, a rabbik és a úgy tetszik, a hitkösségi elnök közötti sokszor jó viszonyról, sokszor kevésbé jó viszonyról. És volt ez a részgalutával párhuzamosan volt egy vallási vezetés, ez pedig a jesiváknak, a rabbinikus iskoláknak a vezetőiből állt. Ők voltak a gáonok, amit említettem, a gáonok kora. Tehát a gáonok voltak a rabbinikus iskolák vezetői, és vele párhuzamosan állt a részgalutá. És voltak hogy, ezek, voltak, hogy a rabbik jól tudtak együttműködni a világi vezetővel, és voltak, hogy kevésbé jól tudtak együttműködni a világi vezetővel. Ugye voltak surlódások, a világi vezető ez egy állami funkció volt. A rabbiknak nem volt igazi beleszólása abba, hogy ki legyen az, az állami vezető, és sokszor nem feltétlenül a, leg, a legérdemesebb ember lett kinevezve a szultán által. Szóval ez nem, egy, ez nem egy mai dolog, hogy van külön egy világi vezetés és van külön egy vallási vezetés. Az a, a, a az én hitközségemben ott, ott, a, ott a világi vezetést is tulajdonképpen rabbik látják el, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy rabbinikus minőségükben látják el. De az, az, az mindenképpen helyes, ez mindenképpen jó. Itt van Gágy Gyuri barátom, akis, aki ideért nagy nehezen. Lecháim, lecháim, Gyuri, kám egészségedre. A fontos az nem az, a fontos az nem az feltétlenül, hogy Rabbi legyen a, a, ve, a világi vezető is. A fontos az az, hogy a világi vezetőnek is legyen ö, vallásos ö, szemlélete. A mazsi hisz, ami még egyszer nem az én hitkösségem, egy másik irányzathoz tartozik, nem klasszikusan ortodox, sőt nem ortodox egyház egyáltalán. Ez nagyon nehéz, itt, itt ebben nagyon nehéz az ortodox mércével, vagy az ortodox szemüvegen keresztül vizsgálni, hogy ott mi kéne legyen, vagy mi nem kéne legyen. A valá, ha engem kérdeztek, ott a vallási vezetők minőségesen üti meg azt a mércét, amit, amit én, vagy legalábbis a többségük nem üti meg azt a mércét, amit én, amit én vallási vezetőtől elvárnék. De ez, ez, egy másik, azt ez egy másik beszélgetéstárgya. Kedves barátaim, azt hiszem ma, ennyi, ma, 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 ma ez, ez, volt ma a tanulás, jó? Maradjunk itt ennyiben, és akkor vasárnap pedig folytatjuk a misát a hatodik fejezettől. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap jön podcast is, amiben, amiben az amerikai elnökválasztásról amerikai elnökválasztásról fogok beszélgetni Seres Attilával, aki a Neukonban kollégám, illetve Hajdu Timával, aki szintén a Pomba kollégám és egy Amerika szakértő. Jövő héten kedden ugyanis Amerikában elnök választás lesz, és ez ennek, ennek ennek nagyon 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 nagy jelentősége van nem csak az amerikai politikára és az amerika, amerikaiak életére hanem a világra köztük a mi életünkre Magyarországon itt Magyarországon és egyébként különösen vagy Magyarországnál talán nagyobb nagyobb mértékben Izraelre és a és a, és a, és a zsidó világra mondanom se kell, hogy én annak drukkolok, és azért imádkozom, hogy Trump elnök nyerjen kedden, és folytathassa a kormányzást azt a négy évet, amit elkezdett, ami, ami hát netó zsidóság szempontjából egészen fantasztikus, de egyébként az amerikaiak szempontjából is egészen fantasztikus. Trump elnöknek van egy ilyen furcsa stílusa, amit lehet, engem nagyon szórakoztat, de értem, hogy valaki nem szereti, de amit csinál viszont az, az rendkívül jó. Úgyhogy, ha van bárkinek olyan ismerős, aki amerikai és szavazóképes, a szavazon Trumpra mindenképpen, hogy erre lehetősége van. Tehát várlak benneteket, vasárnap, Isten segít, vasárnap este 8 óra, akkor ugyanitt, addig pedig majd a podcastet hallgassátok holnap. Köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hogyha valakinek bármi kérdése van, az ben itt ezen az oldalon írja meg messageben, és akkor vasárnap arra is visszatérünk. Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!